Ez a legalább 100 éves épület őrzi azokat a tárgyi emlékeket, bútorokat, népviseleti ruhákat, mindennapi használati tárgyakat, amelyek a Nakon élő emberek életviteléhez tartoztak a múlt században. A Falu Múzeumban Vörös András László, a Nakközségért Alapítvány kuratóriumának elnöke vezetett körbe bennünket. A civil szervezet 8 évvel ezelőtt vásárolta meg a házat romos állapotban, ezután felújították és berendezték. A múzeumnak a főbejáratából nyílik rögtön a konyha. A konyhában több tőlem jobbra látható, úgy hívják, hogy a rakott sporhelt. Sparhelt. Ezt én csináltattam, hogy teljesen eredetiről a mását. Ebben lehetett sütni, lehetett főzni. Rajta, ami látható, azok a régi olyan használati eszközök, amik tulajdonképpen abban az időben mindig is használatban voltak. A tőlem balra, amit látható, ez volt az ünvelt mosdó, a kis okerlin, ez a fa edény, ezt úgy hívják, hogy pofa mosó melence. Tehát nem medence, melence. Ezt használták lavór helyett. Fölötte van egy kis pici kis polcocska tükörrel, abban mondtak a férfiaknak a borotválkozó szerei. A hátsó szobát az öregek szobájának nevezték el. Az öregek már nem aludtak egymás mellett, tehát külön is vannak az ágyak. Ezek olyan ágyak, amik még körülbelül a múlt század elején készültek. Egy asztalos, egy naki asztalos mester csinálta őket. A szobában két bábut csináltunk. Az egyik a idősebbik férfi, a másik a felesége. Mindegyikük a megfelelő népviseleti öltözékben van. A férfin láthatjuk, hát nyilván a kalap elmaradhatatlan. A vászoring és a mellény is. Na most kétfajta nadrágot használtak, ami most a férfin látszik, az úgy hívják, hogy bő gatya. Egy jó ég tudja, hogy hány négyzetméter vászonból készült. Több változata volt neki, tehát nagyobb, kisebb, és olyan is volt, amit úgy hívták, hogy rödös gatya, amit 2 centinként kivasaltak. 2 centinként vasaltak bele élet. Na most van egy ilyenünk, de nincs, aki kivasalja, nincs türelme, aki kivasalja. Az öreg mamin az a fajta ruha látszik, tehát 50 felett már vagy barnába, az özvegyasszonyok még csak feketében jártak. Hogyha megnézzük a földön a lábbeliket, eléggé érdekes képet mutat. Nem látszik a gatyától a bőrcsizma, ez elengedhetetlen volt. Használtak még gyapjúból kötött, úgy hívták, hogy kapca. Egyébként a hivatalos elnevezés a sváb kapca, bőrpapucsal. A fából készült klumpa is a rendszeresen hordott lábbelik közé tartozott. Asszonyok és gyerekek szintén használták, még télen is abban jártak ki az udvarra. A lakosság katolikus vallású volt, az ágyak felett szentképek díszítették a falat. Különlegességnek számít ez a 150 éves fali óra, amely egy évszázadon keresztül korát meghazudtolva tökéletesen működött, meséli Vörös András. Ezen kívül még számos kuriózumot rejt a gyűjtemény. Próbáltuk az épületet úgy meghagyni az eredeti állapotában, ahogy az készült. Hogyha felnézünk a plafonra, akkor látszik egy úgynevezett mestergerenda, és arra épül rá a többi gerenda, és ezt a szint, amivel azt befestették, át akartuk festetni, de aztán később meggondoltuk magunkat, mert maga ez a kifakult szín is olyan rusztikus, hogy ezt nem lehetne utánozni. Ezt a szekrényt a naki asztalos mester Magos Mihály készítette, aki hátul, vagyis a Falu Múzeumként működő ház mögötti épületben lakott. Abban az időben ugyanis több család építkezett ugyanazon a telken. Egyedi faragásuk, tehát ilyet biztosan vagyok, hogy nincs még egy a faluba. Tehát az az asztalos mester, aki ezt készítette, nem csak tömeggyártást csinált, hanem egyedi darabokat, és ezek a minták, amik rajt vannak, ezek annyira egyediek, hogy szinte másolhatatlan. Az itt levő Kásztinak nevezett fiókos szekrényen szintén közadakozásból kaptunk könyveket, egyébként tele vannak mindenhol könyvekkel. Főleg imakönyveként tettem fel egy felhívást, hogy a faluban bárkinek, ha imakönyve van, örökség vagy van, ne dobják ki.
mi mindent megőrizzük. Úgyhogy megyünk tovább, látunk, ezt meg is fogom mutatni, így olyan széket, ami egyébként általános volt, de ez a szék, ez azért érdekes, mert a rajta levő gyékény fonás is egy művész csinálta valamikor. Tehát nem az általános gyékény szálak vannak összesodóra, valami meg is vannak fonva. Mögöttem van egy zinger varrógép, ami még működőképes lenne, egy picurka-picurka tengely hiányzik csak belőle, és működőképes lenne. A rajta levő kis flitteres mellé, ez valamikor egy kislányé volt, és tőle kaptuk. Hogyha hátra nézünk, ez a tükrös, vagy ehhez hasonló tükrös szekrények, ezek általánosok voltak, szinte mindenhol volt, mindenkinél. Tehát egy tükör mindig kellett valakinek. A mellette levő ládán ugye azok a világító eszközök vannak, amiket akkor használtak. Az akkori népviselet része volt a férfiaknál az öltöny kalappal, asszonyok bársonyszoknyát hordtak köténnyel, a fejükön pedig pillét. A gyűjtemény nem teljes, a házban ugyanis nincs elég hely az összegyűjtött emlékeknek. Így a nagyobb tárgyakat az alapítvány tagjai őrzik, kiki a maga házában. Vörös András azt mondta, szeretnének megoldást találni, és az eddig összegyűjtött összes szuvenírt egy helyen kiállítani.